A Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke azt mondja, 2020 nehéz év lesz minden gazdasági szereplőnek. A veszélyhelyzet megszűnésével indulhat újra az építkezés. Fischer Sándor szerint további segítségre van szükségük a magyar cégeknek. Még további intézkedések kellenek annak érdekében, hogy a vállalkozók bizalma megnőjön, mert csak így tudjuk a gazdaságot helyreállítani. Márpedig nagyon kell, mert azért ebben akárhogyan alakul ez az év, ez mindenképpen recesszió lesz ebben az évben. Vagyis csökkenni fog a GDP, kicsit nőni fog az infláció is. A cégekkel együtt a náluk dolgozókat is súlyosan érintette a járvány. Idén áprilisban a koronavírus felfutásakor egyetlen hónap alatt 73 ezeren veszítették el a munkájukat. Ez azt jelenti, hogy idén az év negyedik hónapjában nagyjából 4.386 ezeren dolgoztak Magyarországon. Tukacs Imre, a Magyar Szakszervezeti Szövetség Tolna megyei irodavezetője azt mondja, a cégeknek járó kormányzati bértámogatást újra kellene gondolni, mert sok cég egyszerűen nem tudja azt igénybe venni, hiszen ott, ahol nincsenek megrendelések, nem tudják kigazdálkodni még a csökkentett munkaidőhöz szükséges önrés sem. Tukacs Imre szerint emellett a munkájukat már elvesztőknek egy szélesebb körű állami segítségre lenne szükségük. A kormány sem tud megrendeléseket szerezni a munkáltatóknak, illetve a vállalkozásoknak, de egészen biztos, hogy a munkanélküli járadék fizetésének a 3 hónapos határidejét, hogyha több kitolnák akár 6, akár 9 hónapra, az nagy lehetőséget adna a munkanélkülivé vált dolgozóknak, hogy új munkahelyet találjanak ez idő alatt. Ez a 3 hónap jelen pillanatban még arra is sem biztos, hogy elég, hogy a járvány véget érjen ez idő alatt. A szakszervezeti vezetőhöz hasonlóan Fischer Sándor, a Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke is azt mondja, hogy a munkahelyek megtartásához és ahhoz, hogy a cégek minél könnyebben vészeljék át a koronavírus okozta gazdasági válságot, mindenképpen újabb kormányzati segítségre van szükség.